Annak most így nem volt értelme. Majdnem jó volt. Miért mutogatok állandóan? Olyan vagyok, mint egy karmester. Úgyhogy most ennyire ezt is csinálhatnám egyébként. Úgyhogy most akkor lecsót főzünk. Sziasztok! Nyár van, 7000 fok, nagyon-nagyon meleg van, nagyon-nagyon tombol a nyár, úgyhogy mi nyáriasabb kaja készülhet most a kis konyhámban, a kis birodalmamban, mint egy jó kis nyárias lecsó, úgyhogy lecsó főzésre fel. Én nagyon-nagyon imádom a lecsót, szerintem az egyik legjobb kaja a világon. Vannak, akik tojással eszik, vannak, akik nokedlivel eszik, vannak, akik tarhonyával eszik, vannak, akik rizssel eszik, és vannak azok, akik nem eszik meg, mert nem szeretik, mondjuk azokat annyira nem tudom megérteni, na mindegy, lényegtelen, mert én imádom a lecsót, úgyhogy most lecsót főzünk, lecsófőzésre fel, tartsatok velem! Akkor nézzük a hozzávalókat. Paprika, vörös hagyma jó apróra vágva, paradicsom. A paradicsomnak lehúzhatjuk a bőrét, szórakoztatunk vele, én nem szoktam, engem nem nagyon szokott zavarni. Só, piros paprika, olaj vagy zsír, és valami jó füstölt kalvasz. Úgy kezdünk hozzá, mint minden más ételhez, az olajon vagy a zsíron üvegesre pirítjuk a hagymánkat. Kislángon, ahogy szoktuk, sokat kavargassuk, nehogy oda kapjék. Ha rakunk rá fedőt, mert igen, én is elfelejtettem, óvatosan fogjuk meg a fedőnek a tetejét, mert megégethetjük az ujjunkat. Igen, utólag már kurva könnyű okosnak lenni. Ha szép üvegesre pirult a hagymácskánk, akkor mehet rá a piros paprika. Ha ráraktuk a piros paprikát, akkor nagyon figyeljünk rá, hogy nehogy oda kapjon, mert nagyon könnyen megéghet a piros paprika miatt, és akkor keserű lesz az egész. Mehet bele a paradicsom és a sok-sok paprika. Ne aggódjatok amiatt, hogyha nem fér egyszerre bele a lábasotokba az összes paprika, amit úgy gondoltatok, hogy majd bele fog férni. Egy kis idő múlva úgyis összeesik a paprika, és akkor majd még tudtok belerakni. Mindig próbáljátok meg így a fakanállal alányúlva úgy kavarni, úgy sokkal egyszerűbb, és nem fog kiszorodni a sok-sok paprika a tűzhelyetekre. Látjátok, már is összébesett egy kicsit a paprika, úgyhogy belemehet a maradék. Hopp, egy nagyon fontos info. Nem öntünk alá vizet. Látjátok, mennyi vizet kiengedett magából a paprika? Akkor lesz igazán intenzív az íze, ha a saját levébe fő meg. Látjátok, mennyi leve van? És egy deci víz. Esküszöm, egy deci víz nincs benne. Menő, mi? Kóstolgatunk folyamatosan, sózzuk, igazándiból ennyi, ezzel szórakozunk, és várjuk, hogy megpuhuljon a paprika. Ha rakunk bele kolbászt, akkor nagyjából úgy időzítsük, hogy az egy óra, amit beállítottunk, abból még nagyjából egy negyed óra, 20 perc legyen vissza, akkor mehet bele a kolbász. Nem muszáj kolbászt belerakni, ha nem szeretitek, akkor ne rakjatok bele kolbászt, rakjatok bele esetleg virslit, ilyesmit, nem muszáj egyáltalán akármit is belerakni. Én imádom, hogy belefő a jó kis füstölt kolbásznak az íze a lecsóban, nagyon-nagyon szeretem. Blúgy, blúgy. Igazándiból utána megvárjuk még azt a negyed óra 20 percet, ami még hátra van, megkóstoljuk utoljára a paprikánkat, és ha puha, akkor kész is vagyunk. Az összfőzési idő nagyjából másfél óra volt. Elkészült az ételünk, remélem, hogy tetszett a videó. Ha igen, akkor tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!